Nagyszerűen kezdte a mérkőzést a házigazda, 10 perc játék után már 13 ponttal vezetett a Kosásuli. A negyedik negyedben újabb 6 pontot tett hozzá előnyéhez a Nyíregyháza, amelynek játékosai így közel 20 pontos vezetésüknél mehettek a nagy szünetre. Fordulás után zárkózni kezdtek a vendégek, olyannyira, hogy a záró negyed előtt már csak 5 pont volt a különbség a két csapat között. Sőt, a pécsiek utól is érték ellenfelüket, de a hajrá az NK esély volt, így Farkasinszky Gyuláné együttese megszerezte második rájátszásbeli győzelmét. Az erre nagyon simán indult, tehát elindultunk, vezettünk, minden összejött, mindent bedobtunk, minden szuper volt. Igen, nem csak, hogy egy idő után a játékvezetők, azok valamilyen szinten az ellenfél edzője különböző beszólásaira, gondolom nem akarták a nagy konfliktust, ugye úgyis megvolt már a különbség, akkor ugyan, mert csak egy kicsit elkezdett, úgy gondolom, eldurulni a mérkőzés. Tehát eléggé ilyen fizikális jellege lett a mérkőzésnek, és ott egy kicsit azért megremegtünk minden szempontból, mert ugye azt is tudni kell, hogy a Dobolil az első fél időben még játszott mérkőzést, a második fél időben már nem, mert ugye neki előző nap volt egy junior mérkőzés, ahol 40 percet volt a pályán, és így nem lehetett túlterhelni, és ugye azt is megéreztük azért, hogy egy biztos kis ember kiesett a pályáról, de én úgy gondolom, hogy a többiek azok nagyon összeszedetten, nagyon koncentráltan kosárlabdáztak, itt a végjátékban azért olyan lepatonókat szedtünk, és olyan kosarakat dobtunk be, ami minden szempontból biztosította a győzelmünket. A tabella élén a Sport Darázs Mavc áll 12 ponttal, a 9 ponttal 5. Nyíregyházi Kosársuli legközelebb a 11 ponttal 4. Mavc ellenli pályára. Kicsit megfogyatkozva fogunk nekivágni ennek a mérkőzésnek. Annyi, hogy a juniorjaink talán jobban bevethetők lesznek, mert ők lejátszák pénteken a mérkőzésüket, és ugye a vasárnapi mérkőzésre talán kellő játékpercet kapnak ők is a pályán. Nem tudom, tehát ugye itt attól is függ, hogy a játékvezetés, milyen játékvezetőket kapunk, hogy mennyire engedik az agresszivitás, mennyire engedik a talán túlzott kemény játékot is, de az utóbbi időben inkább erre kell számítani, mint arra, hogy itt rengeteg faultot fognak megfújni. Remélem, hogy játszunk egy jó mérkőzést, és ha tényleg minden összejön, akkor győztesen elhagyhatjuk ezt a pályát, de szerintem erre van a kisebb esélyünk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy akik kijönnek, nézzük, azok olyan mérkőzést lássanak, ahol jól érezhetik magukat, és nem csak azt nézik, hogy futunk az eredmény után. A nyíregyházi Kosársuli MAFSZ mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában.